A tanúhegyek, például a Badacsony és a Szentgyörgyhegy úgy keletkeztek, hogy több millió évvel ezelőtt a laza homokos talajra vulkán ömlött ki, vulkáni láva ömlött ki, viszont ezt a felszínnek, ez a felszín, amikor kialakult, sok millió év alatt a folyók, a szél és a csapadék lehorták, és csak a bazalt csapka állt ellen a környezeti hatásoknak. Láthatjuk, hogy a terepasztalon kialakítottuk majd a kialakuló tanúhegyeinket, és próbáljuk meg a különböző környezeti hatásokkal kialakítani a tanúhegyeinket, például a Badacsonyt és a Szentgyörgyhegyet. Először próbáljuk meg hajszárítónak a magas fokozatával lefújni a bazalt csapkákról a kőzeteket. Hát láthatjuk, hogy ha elég nedves a homokunk, akkor nem sok pusztítást végez a hajszárító, viszont a kezünkkel megpróbálhatjuk tovább alakítani, és ezután egy öntöző kanna segítségével demonstráljuk a folyóvizeknek és a csapadéknak a munkáját. Először nézzük meg, hogy milyen munkát végez a csapadék. Láthatjuk, hogy a csapadéknak igen intenzív a munkája a tanúhegyeknek a kialakításában, és így a folyóvizeknek is, mivel hogy a csapadék az segíti a folyóvizeknek a munkáját. Miután előbukkantak a tanúhegyek, amelyek még most is tanúskodnak az eredeti felszínnek a magasságáról, kialakul egy tómeder. Tehát jelen esetben ez a tómedrünk a Balatont akarja szimbolizálni. Tehát láthatjuk, hogy a tanúhegyek alatt most például ez a szikla jelképezi a Badacsonyt, ez pedig a Szentgyörgyhegyet, és itt alattuk pedig kialakult a Balaton.